Legalább 4 embert megsebesített egy késes támadó a lyoni metróban. A rendőrség tájékoztatása szerint őrizetbe vettek egy 27 éves marokkói gyanúsítottat. A támadás vasárnap délután 3 óra körül történt. A rendőrség előtt ismeretlen gyanúsítottat pszichiátriai problémák miatt többször is kórházban kezelték, 2022-ben pedig kiutasították Franciaországból. A francia ügyészség közölte, hogy az ügyben eljárás indult szándékos emberölés kísérlete miatt.